Székesfehérváron már nyár óta zajlik a kémények felkészítése a fűtési szezonra. A Kémény ZRT munkatársai minden érintett ingatlan tulajdonost előzetesen értesítettek arról, hogy mikor mennek a szakemberek átvizsgálni a kéményt. A cég minden évben felhívja a fehérváriak figyelmét arra, hogy ne kezdjenek el fűteni addig, amíg nem nézették meg szakemberrel a berendezést. Az ellenőrzés az sosem árt, még hogyha otthon akár egy tükörlappal, gáztüzelésről beszélek, akár egy tükörlappal a kémény, illetve a gáztüzelő berendezési környékét körbejárja az ember, akkor is ha a tükrön vagy az üveglapon párát érzékel, akkor az mindenképpen visszáramlásra utal. Hosszú évek tapasztalata egyébként, hogy a szénmonoxid mérgezések túlnyomó részét nem a kémények rossz állapota okozza, hanem a levegő utánpótlás hiánya. Amikor ugyanis a kazán vagy a kandalló nem kap az égéshez szükséges oxigént a beltérből, légnyomás különbség alakul ki. A kéményen visszafelé áramlik a levegő, és vele együtt a szintelen, szaktalan mérgező szénmonoxid is. Ez elszámolási időszak. Nem csak a családi házak ellenőrzése fontos, a társasházak berendezéseit is ellenőrizni kell. Ráadásul nem árt, ha a fogyasztók október 15-ére, amikor elindul városunkban a távfűtés, előkészítik radiátoraikat. Tanácsolnám, hogy nyissák ki a szelepeket. Ez az első időkben fontos nyitva tartani több dolog miatt is. Az egyik az, hogy meggyőződhessenek róla, hogy nincsen műszaki probléma. A másik oldala pedig az, hogy lehet látni, hogy gyakorlatilag a víz tud keringeni, nincs esetleg levegő a radiátorokban, tehát ki lehet légteríteni a rendszereket rendesen. Két hét múlva tehát mindenhol elindul a fűtés Székesfehérváron, akihez pedig valamilyen okból nem jutottak el eddig a kéményseprők, hogy elvégezzék a szükséges ellenőrzéseket, mindenképpen jelezzék azt a Kémény ZRT ügyfélszolgálatánál.